Na, mit is mondhatnék önöknek? Hát egy Opel Corzát nézegetünk, ami nem a legszebb Opel Corza, mondhatjuk nyugodtan, sőt, inkább a csúnyábbik közül választható ki ez a darab. Sajnos van egy csomó korrózió az autón, 1989-es gyártású, tehát nem mai csirke ez az autó. 1.3-as benzines motor van benne, és 44 kW-os, azaz 60 lóerős motor jár benne, ami jár is benne, és működik is, és viszi a kis autót magával, annak ellenére, hogy nem szépséges. Viszont van egy szépséges 4 darab Michelin gumi az autón, ami többet ér majdnem, mint maga az autó, mondhatjuk nyugodtan, hiszen nem éppenséggel, ahogy mondtam, nem egy szépséges autó, viszont van extrája az autónak, és az extrája az itt lakozik hátul rajta, 2011 novemberig van rajta műszaki. Tehát ez az autót, ha valaki megveszi, BKV bérlet helyett mindenféleképpen jobban jár vele, hiszen egyedül is tud utazni vele, nem kell konkrétan 40 utassal megosztozni a helyét benne. Amúgy ő egy plüskárpitos autó, itt látható, hogy az autóban a kárpitozás még teljes mértékben elfogadható, és az autó csodák csodájára indul is, különben mondom, hogy lehet vele közlekedni, akár hiszik, akár nem. Találtam még benne rádiómagnót is, és egy nagyon jó kis piramis kazettát is. És az autó már is indul, és amit látják, az autó simán működik, megy előre-hátra, tehát lehet vele közlekedni nyugodtan, amíg van rajta műszaki, mert szerintem több műszakit ez már nem fog kapni. De nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy jöjjenek el hozzánk, és nézzék meg ezt a kis Opel Corzát, és vásárolják meg, kedvük szerint közlekedjenek vele, amerre éppen akarnak, nem kötelezően a busz vonalán kell menni. Köszönöm, hogy velem voltak, jöjjenek el hozzánk. Viszontlátásra!